Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Göbrös Péter vagyok, a Törökfalusi Cseh Károly általános iskola tanítója. A mai magyar órán egy újabb betűt fogunk megtanulni, mégpedig a c betűt. Itt láthatjuk a képét. Kékkel van rajzolva a nagy c betű, és narancssárgával pedig a kis c betű. Láthatjuk, hogy nincs nagy különbség, csak ilyen méretbeli. Milyen szavakat tudtok mondani, amelyek ezzel a betűvel kezdődnek? Én összegyűjtöttem néhányat, nézzük is meg. Cápa, cékla, cérna és cica. Ha kinyitjuk a tankönyvünket a c betűnél, ezzel a képpel találkozhatunk. Nézzük meg, hogy mit látunk, és próbáljuk meg hangoztatni. Keressük meg, hogy hol halljuk a c hangot. Menjünk szépen sorba. Perec, ugye a szó végén van. Kilenc, itt is a szó végén halljuk a c hangot. Cérna, a szó elején van. Ceruza, C betűvel kezdődik ez a szó. Kukorica, benne a szóban halljuk a c hangot. Cukor, az első betűje ennek a szónak. Citrom, szintén első betűje. És az előbb említettük a cápát, a cápa szó is c betűvel kezdődik. Ide pedig egy név van írva, Cecília, ugye a neveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. A kis c betűnél is megnézzük a felírt szavakat, és aláhúzzuk, hogy hol látjuk ezeket a betűket. Menjünk sorba, kocka, címer, vica, cipó, laci, tálca, cél, gombóc és malac. És nagy betűvel ide van írva, hogy cipő. Következzen egy olvasás gyakorlat. Nézzük meg ezeket a betű összetételeket és szavakat, és mondjátok utánam. Az első sorban magánhangzókkal kezdjük az olvasást. Ac, ác, ec, éc, itt, íc, ott, óc, öt, őc, ut, út, üt, üc. Ugye itt ügyelni kell a rövid és a hosszú magánhangzóra. A második sorban c betűvel kezdődnek a betű összetételek. Ca, cá, ce, cé, ci, ci, co, co, c, c, cu, cu, cü, cü. A harmadik sorban már szótagolt szavakat olvasunk össze, a szótagok között kötőjel van. Ci, ca, cu, ki, e, cet, cu, kor, tál, ca. Negyedik sor következik. Ci, li, ce, cil, lu, ca. Ez a három név nagy kezdőbetűvel írandó. Ma, lac, cit, rom. Az utolsó sorban két mondatot láthatunk. La, ci, ma, cit, vett.
És a második mondat így szól. A mackó barna. Már sokszor elmondtuk, hogyha mondatot írunk, akkor mindig nagy kezdőbetűvel írjuk, és a végére pontot, fölkiáltójelet, illetve kérdőjelet rakunk. Nézzük a következő két mondatot. Itt a kék cérna. A cica círmos. A tankönyv feladata következik. Mielőtt bármilyen feladatot is elvégeznénk, szótagolni fogjuk a szavakat függőleges egyenes vonal segítségével, hogy könnyebben menjen az olvasás. Cérna. Ugye a lánc és a tánc szavakat nem kell vonalakkal szétválasztani, mivel egy magánhangzó található bennük, ezért elmondható, hogy egy szótagból állnak. Ugye az A betű található mind a kettőben, ezért ezek egy szótagúak, nem szükséges elválasztani őket. Viszont a következőt igen, ma lac, cír mos, cit rom, cukor. És ugye a feladat az, hogy húzzuk alá a c betűket. Hát a cérnánál, a láncnál, a táncnál, a malasznál, a círmosnál, a citromnál és a cukornál aláhúzzuk a c betűket. Nézzük a következő feladatot. Kösd össze a megfelelő szópárokat, de itt is előbb szótagolunk. E, ce, tes, ke, se, rű, sós, ugye ez egy szótagból áll, cit, ro, mos. És nézzük meg a másik oszlopot, a második oszlopot. K, v, tea, egy szótagos, son, bocsánat, két szótagos, te, a, son, ka, u, bor, ka. És akkor most elvégezzük a feladatot, összekötjük a szópárokat, ugye ecetes uborka, keserű kávé, sós sonka és citromos tea. A harmadik feladat így szól, húzd alá a helyes választ. Mielőtt ezt elvégeznénk, ezeket a szavakat és mondatot is szótagolni fogjuk. Cérnával, citrommal, tűvel, táskával, tálcával, lánccal. Ugye mivel varrunk? Hát ez egy kicsit becsapós kérdés, mert ugye tűvel varrunk, de hoz cérnára is szükségünk van. Tehát akkor aláhúzzuk a tűvel és a cérnával szavakat. A következő feladat így szól. Kösd össze a kis és a nagy betűs szavakat. Mielőtt ezt megtesszük, szótagoljuk. Ugye arc egy szótagos szó. Lánc, szintén egy szótagos, cukor, két szótagos, cukor, cérna, a második sorban nagy betűvel látjuk leírva ugyanezeket a szavakat, arc, cukor, cérna, és a lánc. Összekötjük az arcot a nagybetűs párjával, a láncot szintén a nagybetűs párjával, a cukrot és a nagybetűs párjával összekötjük, és a cérnát is. Következő feladat így szól, miben van cukor, ezt kell kiszíneznünk, ugye láthatjuk itt ezt a tortát, és akkor szótagoljuk ezt a kérdést, mi
Ben van cukor. Hát a tortában. Nézzük a második feladatot. Miben van ecet? Ugye az uborkában. Megtanultuk olvasni a nagy nyomtatott c betűket, most megtanuljuk leírni. Ugye a nagy c betű két vonal köz helyet foglal el, a kicsi párja pedig abban különbözik tőle, hogy egy vonal közben rajzoljuk, de ugyanúgy kell mindkettőt rajzolni. Fogjuk és megrajzoljuk, olyan, mintha kört rajzolnánk, csak nem fejezzük be. Megrajzoljuk a kis c betűt a középső vonal közbe, és a füzetbe végigírjuk ezt a sort. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb!